Más témával megyünk tovább. Az első 2 évfolyamon minden gyerek saját tankönyvet kap, valamint komplex természettudományos tárgyakat vezetnek be a szakképzésben tanulók számára. Több 100 mesterpedagógus vett részt Sonkádon, a Szabad Egyetemen. A közoktatás változásairól Sipos Imre, az EMMI helyettes államtitkára beszélt. A köznevelési kerekasztal létrejöttével is ezt a dolgot hadd emeljem ki, hogyha sokkal strukturáltabb és sokkal nyitottabb lett az az egyeztetés és az az együttműködés, amely az államtitkárság munkáját jellemezte. Köszönet mindenkinek, aki ebben a munkában részt vett. Ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg a Szabad Egyetemet Sipos Imre, az EMMI államtitkára, aki a kormány és a pedagógusok közötti, a közoktatást érintő egyeztetésekről, azok eredményeiről is beszámolt. 10 plenáris ülés, 6 szakmai munkacsoport dolgozott együtt idén az oktatásban felmerülő kérdések, problémák megoldásában. Több mint 250 pedagógus foglalkozott az oktatás fenntartásával, irányításával, az oktatás tartalmának fejlesztésével, mondta az államtitkár. A közoktatási kerekasztal szükséges és gyors változtatásokat, intézkedéseket is javasolt. Ezen azonnali intézkedésekbe került be az Állami Intézményfenntartó Központ költségvetésének rendezése, a jövedelem elmaradásoknak a rendezése, a nyugdíjas korú foglalkoztatottaknak a rendezése, a tanfelügyeletnek és az Állami Intézményfenntartó Központ beszerzéseinek a rendezése. Ha az elmúlt néhány hónap országos kommunikációját figyelték, akkor azért hál' Isten azt mondhatjuk, hogy lecsendesedett ez a kommunikáció. Köszönjük az Állami Intézményfenntartó Központ vezetésének, valamennyi tankeretben dolgozó kollégának azt a munkát, amit ezen a területen elvégzett, és természetesen köszönet azért is, hogy csaknem 100 milliárd forinttal bővült, javult a 2016. évi költségvetése az Állami Intézményfenntartó Központnak, így ezeket az elmaradásokat tudta rendezni, tudta pótolni. Az intézmény irányító központok átalakítása után a pedagógusok előmeneteli rendszerét, az ehhez kapcsolódó adminisztrációt 2017-ben megreformálják, mondta az államtitkár. A diákönkormányzatokat meg szeretnék erősíteni, a mindennapos testnevelés, a végzettség nélküli iskola elhagyás, a tanulók tanulás támogatásának ügyét továbbra is napirenden tartja majd a pedagógusok szakmai csoportja. A köznevelés mérési, értékelési rendszerét, az oktatás tartalmát is megújítják. Semmiképpen nem szeretjük azt a fogalomhasználatot, hogy tananyagcsökkentés, mert hát mihez képest, mit csökkentünk, mit hagyunk ki. Hogyha szabad, akkor inkább egy tartalomfejlesztés, hosszabb távon mindenképpen tartalomfejlesztés logikáról gondolkozzunk, vagy logikában gondolkozzunk. Azért mégiscsak nézzük meg, hogy melyek azok a lehetőségeink, amelyeket most kínálnánk. Először is a Nemzeti Alaptanterv és a Kerettantervek heti óraszámainak harmonizációját az iskolák világában. Kerettantervek helyi alkalmazásának kiszélesítését, és ehhez a tanulmányi standardoknak a hozzáillesztését. Ha ma a tartalmi szabályozás óraszámait megnézik, akkor 3 oszlopra kell az önök figyelmét fölhívnom. Egyik a kerettantervek által meghatározott kötelező óraszám, ami az első évfolyamon 23, a 12-en pedig 27. Ez az a minimum óraszám, amellyel önöknek gazdálkodniuk kell, amelyet a helyi tantervbe átfordítottak. Ehhez jön hozzá az a 2, 3, 4 vagy a végzős évfolyamokon 8 szabadon választható óraszám, amely óraszámmal már az iskola kínálatot ad a gyereknek, hogyha hozzám jössz, akkor emelt szintű matematika képzésben lesz részed, és ehhez az emelt szintű matematikához ezeket az óraszámokat felhasználom. Azt gondolom, ha az iskolák ezeknél az óraszámoknál megálltak, amikor a helyi tanterveiket készítették, már azért akkor is kellő kínálatot, kellő motivációt tudtak adni a diákok számára, hogy az ő szakmai programjukat választották. Nem ajánlatos ezek felé, az óraszámok felé tervezni az órákat, csak speciálisan felmerülő igény, szülői beleegyezés esetén, tette hozzá az államtitkár. Elmondta, hogy az első 2 évfolyamon a gyerekek már új, saját tankönyveket kapnak ingyen, és ezt szeretnék bevezetni a felsőbb osztályokban is. Továbbá kiemelte, már folynak a viták a digitális oktatási lehetőségek bevezetéséről. A szakképzéssel kapcsolatban elhangzott, a 9. évfolyamon heti 3 órás komplex természettudományos tantárgyat vezetnek be, a további évfolyamokon erre fog épülni az adott szakmákhoz kapcsolódóan egy heti 2 órás természettudományos tárgy. A pedagógusok továbbképzését a felmerülő igényekhez igazítják majd, és uniós forrásokból biztosítják.